Igen, tisztelt elnök úr, professzor úr, professzor úr, elnök úr, képviselő úr, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! A világ, amiben élünk, most jelesül az Európai Unió, és most nem csak politikailag, hanem szellemileg, mindegy eszme történetileg is, olyan állapotban van, amit legpontosabban talán Pilinszki János szavát kölcsönvéve tudjuk megfogalmazni, ő azt mondta, hogy meghasadtak az evidenciák. Meghasadtak az evidenciák erkölcsi és politikai értelemben is. Persze ennek megvoltak a maga Okai, hiszen kétségtelen tény, hogy Európát a második világháború óta, vagy legalábbis a nyugat és a szocializmus szembenállásának lezárulta óta két olyan kihívás érte, amire nem volt fölkészülve, és nem is találta meg egyébként a megfelelő válaszokat. Az egyik a gazdasági válság nyilvánvalóvá vált, hogy a liberális vagy neoliberális modell nem képes kezelni a válságokat. Beigazolódott, hogy az erős állam nélküliség káoszt okoz, a másik nagy kihívás pedig a migrációnak a kérdése, ami tekintetében a józan észszel ellentétes, a nyilvánvaló tényeket látni nem akaró hozzáállást láthattunk az európai politika, az európai parlament és általában az európai uniós bürokrácia részéről. Tehát súlyos kihívások érték a világunkat, és valóban meghasadtak az evidenciák erkölcsi és politikai értelemben is. Láthatjuk, hogy van egy, most nevezzük talán szimbolikusan szólva 68-as társaságnak, aki uralja az Európai Unió parlamentjét, a bürokráciát, általában a mainstream vonalat többé-kevésbé, és ez a 68-as vonal, ami hol baloldalinak, szocialistának, kommunistának, hol liberálisnak, hol zöldnek nevezi magát, de nagyjából ez a 68-as fogalommal talán pontosabban leírható, mint a klasszikus szociáldemokrácia vagy a liberalizmusnak a kategóriáival. Tehát ez a 68-as társulat tekintetében két dolgot kijelenthetünk. Az egyik az, hogy erkölcsi értelemben mindent relativizál. A karaktere a relativizmus. A másik pedig, hogy paradox módon, miközben az örök értékeket feladva, és támadva, és korodálva mindent relativizál, emellett paradox módon teljesen doktrinér, és a saját ideológiájához akkor is görcsöse ragaszkodik, amikor az nyilvánvaló ellentétben van a napi tapasztalattal és a tényekkel. Mondok egy példát. Például az erkölcsi relativizmus tekintetében. Ugye oda jutottunk, hogy a svéd liberálisok részéről megfogalmazzák azt, és úgy fogalmazhatták meg, hogy nem, nem zárták őket elmegyógyintézetbe, hogy engedélyezzék az egyenes ágagi rokonok között a szexuális kapcsolatot, és azt, hogy a holtestét az ember felajánlhassa szexuális célra. Na most itt látható, hogy ha egyszer feladjuk a természetrendjét, akkor ennek a lecsúszásnak nincs vége. Akkor a végén nem lesz olyan perverzió, aminek ne lenne szószólója, hogy azt is legalizálják. Hiszen ha a többit lehet, ezt miért nem? Tehát látjuk azt, hogy ez az erkölcsi relativizmus, ez nem csak az, hogy teljes erkölcstelenségbe, hanem egész egyszerűen már nem is devianciába, hanem abnormalitásba torkollik. És ezt egy politikai erő Svédországban elmondhatta, hogy a nekrofíliát legalizálni akarja. Tehát ennél már mondjuk beteg fantázia kell, aki ennél többet egyáltalán ki tud gondolni. A másik pedig, miközben föladnak mindent, és ő tudatosan rombolnak mindent, ami az örök értékek tekintetében van, amellett egy teljesen világtól elszakadt doktrinér ideológiát képviselnek. Itt van például a migrációnak a kérdése. Azokat az úgynevezett emberjogi fázisokat fá pufogtatják, aminek nyilvánvalóan semmi köze az adott szituációhoz. Összemosnak három dolgot, aminek tulajdonképpen semmi köze egymáshoz. A menekültek kérdését, a munkaerő behívásának a kérdését, és a demográfiai kérdéseket. Ennek a háromnak semmi köze egymáshoz, és katasztrofális következménye jár, hogyha a hármat összekeverik. Ugye az természetes, hogy ha valaki az életéért menekül, akkor a civilizált világ fogadja be addig az ideig, amíg az életének a veszélyeztetése fönnáll. Ha ez megszűnt, akkor meg szépen menjen haza. Tehát ha valaki ténylegesen az életéért fut, akkor az emberjogi alapon, a keresztény humanitás jegyében természetesen befogadjuk, megjegyzem, ez egy nagyon kis része azoknak, akik most Európába jöttek. Ennek semmi köze a munkaerő kérdéshez. Ha Németországnak munkaerő hiánya van, miért nem Spanyolországból visznek át? Európai kultúrkörből, munkásokat, akik ráadásnak nem analfabéták. Európai nyelvet beszélnek, nem tekintik ellenségnek a német civilizációt, és egyébként nehézség nélkül be is tudnának illeszkedni abba a, a kultúrkörbe, hiszen európaiak. És a vendégmunkások, miután elvégezték a munkájukat és megkapták a fizetésüket, akkor szépen menjenek haza. Tehát egészen más a menekült, és egészen más. A vendégmunkás, a munkaerőkérdés. És egy teljesen harmadik kategória a demográfiai kérdések. Először is a demográfiai kérdéseket az országnak saját magának kell megoldania. Ezért mondjuk mi, hogy a legevidentikusabb dolog az, hogy azt támogassuk, hogy Magyarországon magyar gyerekek szülessenek, magyar nyelven, magyar kultúrában felnőve. Hiszen a magyar államnak az értelme az, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, és a magyar emberek életminősége javuljon. Ha az európai kultúrkörön kívülről, kulturális és etnikai értelemben hívunk be tömegeket, vagy engedünk be tömegeket, demográfiai okokra hivatkozva, annak beláthatatlan következményei lesznek, mert itt fognak maradni. Ezt egyszer lehet elrontani utána a generációk az idők végezeteig megmaradnak. És velük kell együtt élnünk nem csak nekünk, hanem a gyerekeinknek és az unokáinknak is. Tehát visszatérve a józanész alapján, három dolgot nem lehet összekeverni. A menekültek kérdését, a vendégmunkások kérdését, a munkerő kérdését és a demográfiának a kérdését. Ehhez képest azt látjuk, hogy ez a 68-as társaság a hármat összemossa. És keresztény alapon, ha már a migrációnál tartottunk, nyilván az állapotbeli kötelesség gondolatát tudjuk elővenni a keresztény tanításból. Ami azt mondja, hogy elsősorban a családom felé van kötelessége. Aztán a nemzetem felé van kötelessége. És aztán a sornak a legvégén úgy általában az emberiség iránt. Vegyünk egy gyakorlati példát. Magyarországon is vannak hajléktalanok. Ezért például személyesen én a Máltai Szeretet Szolgálaton keresztül adott összeget, feleségem gyűjtése folytán használt ruhákat, stb. adunk azért, hogy segítsünk a hajléktalanoknak. Na de elmebeteg lennék, hogyha a lakásomba a három gyerekem, a feleségem meg az anyám mellé még húsz hajléktalant behívnék a fürdőszobába, a konyhába és az összes többi helységbe, mert a család ellehetetlenülne, a gyerekek nem tudnának iskolába járni, és tönkre menne az egész. Amit ma Európa csinál, az pontosan ez, hogy a saját állapotbeli kötelességét, teljesen félreértve a saját nemzetének az érdekeit zárójelbe teszi, valamilyen egyéb, távolabbi okból kifolyólag. A mi válaszunk, és most jutunk el a keresztény demokráciához, a mi válaszunk az, hogy a 68-as társulat relativizmusával és ideológiai doktrinerségével szemben két dolgot kell képviselnünk. A relativizmussal szemben az örök értékeket. Mert ezek beváltak a történelemben. Például a tízparancsolat. A doktrinerséggel szemben pedig a józan észt. És ebben segít nekünk ez a kiadvány. Nézzük az elsőt, az örök értékeknek a kérdését. A keresztény demokrácia azért nem ideológia, mert önértelmezésünk szerint nem arról van szó, hogy néhány okos ember összeült, és tetszőleges módon kitalált valamit. Hanem a kinyilatkoztatáson nyugszik a mi értékrendünk. Végső soron az evangéliumon az evangéliumból következik a történelmi egyházaknak a társadalmi tanítása, és a társa, az egyházak társadalmi tanításából következik a keresztény demokrácia története. És a keresztény demokrácia történetéből következik a mi politikai cselekvésük. Tehát ha nem is direkt módon, de egy többszörös átétellel mi hiszünk abba, hogy a politikánk végső soron az evangélium értékeiből, tehát isteni kinyilatkoztatásból táplálkozik. Nem állítok persze olyat, hogy a KDMP programja az közvetlen összefüggésben lenne az evangéliummal. De törekvés szempontjából kétségtelen, hogy az evangéliumból következik az egyháztársadalmi tanítása, abból következik a keresztény demokrácia története, Adenauer, Schumann, de Gasperi sorolhatnám, és ebből következik a keresztény demokrata politikusoknak, politikai pártoknak a cselekvési tere. Ezért tehát hiszünk abban, hogy a erkölcsi relativizmussal szemben, és általában a relativizmussal szemben az örök értékek alapján állunk. Azt is fontos látni Magyarország vonatkozásában, és ezért is nagyon fontos, hogy a könyv Végig tekinti az európai keresztény-demokrata politikát, és bele, hogy úgy mondjam, csatlakoztatja a magyar történetet, hiszen mi itt Közép-Kelet-Európában nehezebb helyzetben voltunk, mint nyugati barátaink. Magunk közül szólva ennek most van előnye is, meg hátránya is, de tény, hogy különbözik a közép-Kelet-Európai országok keresztény-demokrata története a nyugatiakétól. Miért? Azért, mert 1947-ben ez végletesen megszakadt és legfeljebb 89-ben tudott intézményes formában ö, újraindulni. Ha végignézem ezt a kötetet, akkor szembeötlő az, amit Barankovics István és pártja letett az asztalra, hogy ő egy magyar Adenauer lehetett volna, ha nincs szovjet megszállás. Ha nincs a rákosi féle kommunista diktatúra. Ezért a 45 előtti időtől kezdve, de most induljunk 45-től, 45 és 47, 48 tekintetében volt egy kísérlet arra, hogy az európai politika fősodrában legyünk. Barankovics István egy Adenauer-kvalitású és gondolkodású államférfi volt, csak nem adatott meg a történelem szerencsétlenségéből kifolyólag, hogy ezt a küldetését, tehetségét be tudja teljesíteni. Mégpedig azért, mert az orosz hadsereg megszállt az országot, és ránk erőszakolták a kommunista diktatúrát. Na most, amikor 90-ben, 89-ben Keresztes Sándor, Varga László, stb. vezetésével újra tudott indulni a Magyarországi Keresztény Demokrácia, akkor egyfelől persze elmentünk megnézni, hogy nyugati barátaink Például a demokrácia Krisztiánában hogy ö, csinálják, ö, hol tart a CDA, hol tart a CDU, egy csomó segítséget kaptunk. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy más a magyar rögvalóság, mint az, ahol a nyugati keresztény demokrácia tart a maga jóléti ö, társadalmában. Ezért nekünk az a feladatunk is volt, hogy valahogy szintézisbe hozzuk ö, a, a magyar rögvalóságot azzal az értékrendelés eredménnyel, ahol a világ keresztény demokráciája tart. És azt kell most mondanom önöknek, hogy a kereszténydemokrata demokrata néppárt, ami történetileg is szerves folytatása mindannak, amit valamikor Barankovics István is még korábban a kereszténydemokrácia demokrácia nemzetközileg elindított, három értelemben is unikális, egyedi párt vagyunk a magyar politikai palettán. És azt itt csak szeretném elezni, hogy most még csak a kdmp ről beszélek, de a fidesz KDMP szövetségből kifolyólag mondhatom, hogy Európa legkereszténydemokratább kormánya vagyunk. Tehát a KDMP három szempontból is különbözik minden más politikai erőtől. Először is mi vagyunk az egyetlen világnézeti párt. Mi vagyunk az egyetlen párt, amelyik hisszük azt, és valljuk azt, hogy így vagy úgy, de az egyház társadalmi tanításán keresztül az evangéliumot próbáljuk megvalósítani az adott történelmi, társadalmi, politikai szituációban. Persze, ezer szerencsétlenkedéssel, akár erkölcsi botlással, de próbálkozunk. Hozzáteszem, nagyon fontos megjegyzés, hogy én nem vonom kétségbe azt, hogy mindenkinek joga van olyan ideológiai alapon politizálni, amilyen alapon akar. Az lehet, marxista, liberálista, nem bármi lehet. De nagyon tanulságos, hogy akik magukat liberálisnak mondják, stabil marxista múlttal, lást Heller Ágnes, az kétségbe vonja, hogy nekünk jogunk van keresztény alapon politizálni. Heller Ágnes azt mondta egyszer velem kapcsolatban, hogy én kiejthetem azt a szót, hogy bűn a templomban, de nem ejthetem ki a parlament falai között. Aztán miért nem? Én vagyok annyira, hogy úgy mondjam liberális, hogy tőlem Heller Ágnes olyan ideológiát képvisel, amilyet akar. De nem mondja meg nekem, hogy én milyen alapon politizálhatok, és milyen alapon nem. Tehát mi vállaljuk azt, és hiszünk abba, és büszkék vagyunk arra, hogy mi keresztény alapon politizálunk, és ez meg is határozza a mi politikai cselekvésünknek az irányát és a terét. És így mi vagyunk az egyetlen világnézeti párt, a politikai palettán. Másodszorban mi vagyunk az egyetlen keresztény szociális párt. Ez azért nagyon fontos, mert van egy széleskörű félreértés a, a politológusok, vagy általában így a politika, vagy politológia világában. Ez a félreértés az az, hogy jobb és baloldalra osztja a politikai mezőt. Ez köznyelvi értelemben persze igaz, hogy mondjuk a Fidesz, a KDNP, mondjuk a jobb oldal, az MSP meg mondjuk a Gyurcsánya a bal Nagyjából. De a helyzet az, hogy nem egy koordináta rendszer van, ami jobb és baloldalra oldalra osztja a két mezőt, de jobbra is balra, hanem két koordináta rendszer van. Az egyik a hagyományos értékeknek a védelme. Egyház, nemzet, család ezekben a kérdésekben mi kereszténydemokraták jobboldaliak vagyunk, hiszen védjük a családot, az egyházat, a nemzetet, és hogy ne legyen aktuál politikai a mondandóm, a néhai SDS, az pedig egy szélső baloldali párt volt, mert relativizálta a családot, utálta a nemzetet, és szívből gyűlölte az egyházat. De van egy másik koordinátorrendszer, a szociális igazságosságnak a kérdése. Ez a koordináta rendszer a munkatőke koordináta rendszere. Ebben a koordináta rendszerben a KDMP egy mérsékelt baloldali párt, mert mi voltjuk azt, hogy a munka elsődleges a tőkével szemben. Sőt, a magántulajdonnak közösségi vetülete is van. És ebben a koordináta rendszerben, bármilyen furcsán is hangzik, mi egy mérsékelt baloldali párt vagyunk, az néhai SDS pedig egy szélső oldali párt, hiszen ők a multinacionális tőkének a primátusát vallják a munkával szemben. A harmadik aspektus pedig a világnézeti volt és a keresztény, és a keresztény szociális voltunk mellett az, hogy mi maradtunk az egyetlen történelmi párt. Most azért érdemes belegondolni abba, hogy ha visszamegyünk 89-re, 90-re, hogy a józanész alapján mindenki azt gondolta, hogy a szociáldemokratáknak van a legnagyobb esélye arra, már csak két Anna örökségéből kifolyólag is, hogy egy nagy baloldali néppárt legyenek. Szegény Petrosovics Annával hol vannak ma már, hiszen már az első választásnál kihullottak a történelem rostáján. Jobb oldalról nyilvánvaló, hogy a kis pártnak volt a legnagyobb esélye a maga értékes történelmi múltja és erkölcsi törkéje alapján hol van ma már a kisgazda párt? Régen kiesett a történelem menetéből, mégpedig elég dicstelenül. Vagy hol vannak a nagy rendszerváltoztató pártok? Az MDF vagy az SDS? Végül is azt kell mondani, nagyon szomorú végjátékkal dicstelenül estek ki a történelem menetéből. Mi itt vagyunk. És persze, hogy mondjam, üdvös szerénység alapján, azért ezt látunk el, hogy nem, nem azért, mert mi annyira szépek, okosak, jók kis bölcsek voltunk. Hanem azért, mert az az eszmerendszer, amit képviselünk, az bölcs, jó, és kiált az idők próbáját. Ugye van az a mondás, hogy azért vagyunk nagyok, mert óriások vállán állunk. És mi büszkék vagyunk arra, hogy óriások vállán állhatunk, büszkék vagyunk arra, hogy mi vagyunk az egyetlen világnézeti párt, az egyetlen keresztény-szociális párt, az egyetlen történelmi párt a magyar parlamentben, és büszkék vagyunk arra az örökségre, ami Magyarországon Barankovics István öröksége, világméretekben pedig Adenauer, De Gasperi és Schumannnak az öröksége. Köszönöm, hogy meghallgattak.